Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezésében már több évadot megért az Algyői Teátrum című rendezvénysorozat, amelynek keretében különböző társulatok mutatkoznak be előadásaikkal a faluház színpadán. A Genézius Színház, amely már több darabot is játszott e falak között, 2011. szeptemberében alakult. Azóta bővültünk, és gyakorlatilag rohamosan haladunk egyre tovább, egyre több előadást hozunk létre. Viszonylag jól tudunk együttműködni, vannak ugye végzett színészeink a csapatban, illetve lelkes amatőrök, akiket tudunk tanítani egy picit, jobban megmutatni a szakma minden csinyát-bínyát. A Genézius Színház legutóbb Zalavári András Casting című darabjával állt az algyői közönség elé, amelyet Horváth István rendezett. Alapvetően a Genézius Színház egy baráti társaságként működik. Előadásokon kívül, próbákon kívül is összejárunk, bulizunk, vagy valamit éppen közösen csinálunk, tehát hogy picit másabb ez a dolog. Az, hogy nyilván próbákon és előadásokon ugye a fegyelmezettséget azt elvárom, de ezt tudják ők is, és nagyon jó partnerek ebben. Nyilván vannak, amiket szigorúbban veszek, de van, amin én is úgy elbohóckodok velük, tehát hogy nem, azért nem annyira vagyok szőrös szívű. Momentán nem igazán érdekel az élettörténet. De ha puszta gyávaságban szükséges kell, tovább nézzed azt a szegény lányt, veled gyűlik meg a bajod. No, csak nem tudtam, hogy ennyire a szívedem is öled. A kis ujja többet ér. Többet? Mikor keresed? Pont mielőtt beírtál. Részedről megvásíthatatlan? Az. Alaposan átgondoltam. Akkor végezd gyorsan. Attól nem lesz kívületesebb kivégzés, ha sokáig visszaállják a nyakat. 2012 nyarán olvastam először a castingot, már akkor azon gondolkodtam, hogy teljesen jól működik, illetve az a fajta mondani való, amit az előadás hordoz. A maga szórakoztató vonala mellett nyilván egy vígjátékról van szó, de egy olyan mondani valót hordoz magában, ami a mai korunkra nagyon is aktuális, van egy pont, ahonnan kezdve az ember élete sokkal fontosabb, mint a karrier vagy a pénz. A stáb éppen szereplőválogatást tart egy szappanoperához. Az érdekek egymásnak feszüléséből azonban még senki sem tudja pontosan, hogy mit nyer. Karriert, megváltást vagy családot. Van egy tévés társaság, aki meghallgatást hirdet egy sorozat szerepre, egy sorozat egyik szerepére. És az egyik főszereplő, aki a producer, próbálja húzni, halasztani azt, hogy minél előbb bekerüljön a megfelelő ember, és végeredményben az, aki marad, a pasi, ő gyakorlatilag elindul közöttük egyfajta kommunikáció arról, hogy ő mit él, tehát miért szeretné ezt csinálni, és hogy hogyan. És hogy ez gyakorlatilag mennyiben befolyásolja magának a producernek az életét is, illetve a többiekét is a darabban. A Casting című darabnak 4 szereplője van, a karaktereket Szebenyi Árpád, Annus Szabolcs, Üllei Kovács, Gizella Anna és Óbester Pál formálja meg. Ez az évad egyébként is egy picit rendhagyó, ez ugye a 6. évadunk már, rendhagyóvá vált, ugyanis több kicsi csoport dolgozik egy-egy projekten. És úgy próbáltam összeválogatni az előadásokat, hogy mindenkinek jusson szerep, mindenki meg tudja magát mutatni. A casting esetében is gyakorlatilag úgy volt, hogy a darabot kiválasztottam, gyakorlatilag most már így évekkel később újra előszedtem, hogy akkor most végre van lehetőség megcsinálni.
beszéltem a szerzővel, aki nagyon örült, a premierre le is jött Veszprémből. Hát gyakorlatilag egy olvasópróba, utána beszélgettünk egy kicsit a darabról, magáról, a szövegről, a miértekről, és akkor szépen lassan elindult a munkafolyamat, először csak nagyjából, aztán utána suvickoltuk ki a részleteket gyakorlatilag. Azt hiszem, van egy ötletem. Szervusz, nagyfélő! Hívnak? Tudom, tudom, nem szabad szóba állni minden idegennel. De az óvatosság. De én ismerlek el tégedet. Ki vigyázik rád? Ajjaj, egyedül ezen a nagy játszótéren. Semmi baj, majd én elkísérlek. Mindkettőnkre rá. A Casting című darab a Szomorú Víg játék besorolást kapta, de a Genézius Színház már nagyon sokféle műfajjal próbálkozott. Kisebb helyeken sokkal hálásabb, valahogy a néző sokkal inkább befogadóbb egy vígjátékra. De minden egyes előadásnak megvan a maga célközönsége, és nyilván nagy részt ők nézik meg. A Genézius Színház az elmúlt években próbálkozott meg a horror műfaj színpadra állításával, és meg kell, hogy mondjam, hogy hatalmas az érdeklődés rá, alapvetően azért, mert nem nagyon nyúl színház a műfajhoz. A másik pedig az, hogy azt is egyfajta élvezet játszani, és abból is, vagy azután is jönnek azok a megerősítő vélemények, amik miatt érezzük azt, hogy ezt érdemes csinálni. Egyszer volt egy mehet, sose látott tehenet, egyszer majdnem. Úgy gondolt a mehet, elmegy és megnézett tehenet. Mondták neki, Mehemet, ne fogdosd a tehenet! Mondta el a Mehemet, hogy jó. Korán kelt fel Mehemet, hogy megnézze a tehenet. De túl korán kelt fel Mehemet, még aludtak a tehenet. Ami most megy évadban, az nyilván a Sanzonizé, egy zenés kabaréest, a Rejtő Jenő kabaréestet szedtük elő, aztán Elefántembert játszunk, nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel. A Good Day Today, ami egy gyermekbántalmazás köré épülő előadás, ezt játsszuk, és most visszük majd Budapestre, mert meghívtak minket. És akkor nyilván a casting az, ami megy, és hamarosan lesz egy horror paródia előadásunk, ez két egyfelvonásosból áll, a Gyilkosság a kastélyból és a Szeánsz előadásból. Ennek az az összefoglaló címe, hogy remélem el tudom mondani, Virágot Juan Gustavo Manuel Demetrio Baltazar Fernández sírjára is. Ez így mind. Ez most áprilisban lesz a bemutatója. Stephen Kingnek a Mumus című darabját, vagyis hát novellájának a színpadi adaptációját játsszuk még, illetve még májusban Kőhalmi Ildikó Magállabirintus című verses kötetét állítjuk színpadra. A Genézius Színház produkcióival elsősorban a Szegedi Pince Színházban, illetve a Szeged környéki településeken találkozhatnak az érdeklődők. A Casting című darabbal azonban az ország más területeire, például a szerző meghívására Veszprémbe is eljutnak majd.